A Dombóvári Önkormányzati Hivatal június 30-án tartott testületi ülésének az volt az egyik apropója, hogy vége lett a veszélyhelyzetnek, és már csak járványhelyzetről beszélünk. A dombóvári képviselők elérkezettnek látták az időt arra, hogy az elmúlt 4 hónapot elemezzék. 67 kollégánk vett részt az ellátó rendszeren keresztül az idősek ellátásába. A jelenleg intézményvezető helyettes asszony elkészített beszámolót is ma tárgyalta a képviselőtestület, amelyben egyértelműen látszott, hogy mind a 67 kollégánk erőn felül teljesített, és eleget tett a kívásoknak hétvégeken is, és ünnepnapokon is. A Dombóvári Önkormányzati Hivatal elvégeztette a koronavírus tesztet ezen a 67 emberen, mind negatív lett. Ezen kívül úgy döntött a képviselőtestület, hogy egységesen 100 000 forint jutalomban részesítik őket. Azt gondolom, hogy ez a legkevesebb és a legszerényebb dolog, amit meg tudunk tenni az érdekükben, mondta Pintér Szilárd polgármester. Meglepő módon mai testületülésen volt egy olyan napirendi pont, amely konstruktív együttműködésre késztette a képviselőtestületet. Az elmúlt időszakban, október óta talán az első ilyen napirendi pontot sikerült tárgyalnunk. A megegyezés szerint szeptember 30-áig vállaltak kötelezettséget a kifizetésre, de remélik, hogy előbb is tudják majd teljesíteni.